Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, a röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényem. Én Czank Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Érdemes jegyzetelni, tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem, ezt senki számára nem bántó, sőt, kortól és nemtől függetlenül tegezzük egymást. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, feleségével Mariannal, boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatban. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta a saját szervezésű csapata van. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban, és 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy eközben az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességekkel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek békében, szeretetben és boldogságban élni. Azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé a világ halad. Szóval nem vagytok elégedettek. Oké. És mi baj van a világ haladásával? Csak technikailag fejlődik és rossz irányba halad? Azon túlmenően? Etikátlanság. Szeretethiány. Sok az elnyomás. Micsoda? Ja, butitás. Értem. Manipuláció. Elnyomás. Anyagiasság. És szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? Game over? Vagy mit mondtál? Játék vége? Jó játék, csak erre azt szokták mondani, hogy jó játék hülye gyerekeknek. Hogy milyen jó lenne, az emberek tudnák, hogy működik az ember, nem? Igen. És tudják? És azt, hogy hogyan működik az élet, azt tudják az emberek? Ezeket milyen jól tanították az iskolában, nem? Melyikben? Valahogy mi abban az iskolában kimaradtunk, nem? Azt se tudják, hogy mik a legfőbb alapelvek, nem? Azt se tudják az emberek. Jó lenne, ha tudnák az emberek? És vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy
Hát ők majd fejlődnek. Mondjuk az internetről. Oké? És ő majd saját maga fejleszti magát. Hát én már nagyon sok emberrel foglalkoztam, ugye 91-től foglalkozok emberekkel, 93-tól tanítok, vezetek embereket, azóta van saját csapatom is, de ezt már ugye a házigazdák elmondták. És én még soha nem találkoztam olyannal, soha egyetlen egy olyan emberrel, a több tízezer emberből, körülbelül 80 ezer emberrel volt kapcsolatom, így összességében eddig már, soha egyetlen egyel se találkoztam, aki képes lett volna arra, hogy az internetről fejlődjön. Soha nem találkoztam olyannal, aki képes lett volna arra, hogy a könyvből fejlődjön. Soha nem találkoztam olyannal, aki képes lett volna arra, hogy pár nap vagy pár hét tanulás révén elinduljon, és ennyi volt az ösztanulás, elinduljon egy komoly fejlődés útján. Érted? Tehát ha az ember nem tanul folyamatosan, hát hogy fejlődne folyamatosan? Tehát ahhoz, hogy fejlődjünk folyamatosan, folyamatosan tanulni kellene, de nem akármit, mert hiába tanulunk olyan dolgokat, ami nem az élettel és az ember működésével kapcsolatos, vagy nem ismerjük a legfőbb alapelveket, a legfőbb alapelvek pedig az etika, és azon belül az erkölcs, akkor a tisztesség, a becsület, így van. Tehát ha ezeket nem tanulja meg az ember, hogy hogy tudja ezeket létrehozni, és működtetni, és mozgásban tartani, hát akkor az ember igazából fejlődni nem fog. Ráadásul, ha valaki maga akar fejlődni, hát hiába akar fejlődni, a környezete nem fog. Nem fog. Az ember meg úgy működik, hogy alakul hozzá, idomul, úgy is lehetne mondani, a környezetéhez. Tehát, ha valaki csak maga akar fejlődni, akkor a környezete úgy is visszahúzza. Tehát ezért, ha megnézitek, régen úgy fejlődtek az emberek, hogy bevonultak egy kolostorba, vagy elmentek remetének. Hogy kizárják teljes egészében a környezeti hatásokat. Tehát azok a személyek, akik nem csinálták meg azt, hogy kizárják a környezeti hatásokat, képtelenek voltak fejlődni. De vannak olyan emberek, akik nem tanulnak a sok ezer éves tapasztalatból, és ők úgy gondolják, hogy majd ők maguk egyedül fejlődnek. Na most egy remete se volt képes arra, hogy magától megszerezze azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy ő fejlődjön. Egyetlen egy remete se volt képes erre a Földön. Akik bevonultak ilyen zárdába, hogy is mondják másként, az előbb mondtam, kolostorba, köszönöm szépen, kolostorba bevonultak, ott legalább volt összegyűjtött tudás, és volt, aki tanítsa őket. És volt, aki azt mondta, hogy na most gyerekem, vagy akárkin, fiam, vagy lányom, tanuld meg ezt. Itt van egy könyv, ezt tanuld meg jó alaposan. De akkor is úgy tanultak, hogy teljes egészében vezették őket a tanításban. De ma, a nagy egójú világban, ahol az embereknek akkor egójuk van, hogy majd szétdurran a fejük, azt gondolják, hogy majd ő egyedül tanul. Mert ő a szuper tehetséges, szuper ember, aki képes teljes egészében önmaga megtanulni mindent. A világban, nézz körül, nem tudnád megszámolni, hogy hányféle probléma van.
Még azt se tudnád megszámolni, hogy egy párkapcsolatban hányféle probléma van. Pedig csak az élet területének egy kis részéről beszéltem, a párkapcsolatról. Még ott se tudnád megszámolni, hogy hányféle problémával rendelkeznek emberek. És vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy majd ők képesek lesznek maguktól mindent megtanulni és megtapasztalni. És ehhez nem kellenek emberek. Nem kell közösség, nem kell saját csapat, majd maguktól mindent megtanulnak. Érted? Most gondolj bele, az ilyen embereknek mekkora egója van. Hát valószínűleg nem férne bele ebbe a terembe, tudod, azért nem is jön ide. Mert nem tudna bejönni az ajtón az egója miatt, tudod. Mert az egója nem férne a terembe. Tehát ezek az emberek azt hiszik, hogy ők fejlődnek. Azt hiszik. Fejlődés nincs közösség nélkül. Tehát a remete nem tudott fejlődni, mert nem tudott közösség, nem volt közösség. Hát a remete az egyedül. A kolostorban lévők, azok azért tudtak fejlődni, mert egy közösségben voltak. És ott voltak nagy tapasztalatú, nagy tudású emberek abban a kolostorban, akik átadták a tudásukat. Na most, ugye miért pont mi vagyunk a kiválasztottak? Nézzük meg mire, jó? A legtöbb ember még azt se tudja, hogy mi az élet értelme. A legtöbb ember azt gondolja az élet értelmére, hogy az az élet értelme, hogy élvezzük. Nem? Vagy max, legyen gyerekünk. De már ez is visszábesett, mert régen a gyerek volt az élet értelme, most már az élet élvezette az élet értelme. A gyerek csak másodlagos. Hát ugye mindenki gondolja azt, természetes, hogy könnyebb és boldogabb élet lenne akkor, hogyha több tudásunk lenne. De mégse tesznek a legtöbb ember ezért semmit. Na nézzük meg, mit is csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és azokat a képességeket, de gyakorlási lehetőséget is. Semmit nem lehet elsajátítani gyakorlás nélkül. Semmit. A sima elmélet az elmélet marad. Az elmélet csak egy alapot ad a gyakorlathoz. De a simán elmélettel nem lehet gyakorlati dolgokat megoldani. Tehát ha az ember nem tud gyakorolni, mert nincs lehetőség arra, hogy gyakorolja a tudását, akkor a tudás az gyönyörűen ellaposodik. Illetve haszna vehetetlen lesz. Tehát olyan élet és ismerethez juttatjuk az embereket, hogy képessé váljanak az élethelyzeteikhez helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. A lelki fejlődésre. Így az emberek képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy a Földön belátható időn belül aranykor legyen. És ezt a küldetést a mi szervezetünk kapta meg az én vezetésemmel. Ami azt jelenti, hogy vezetőként ezt a küldetést én megkaptam, de én tudom pontosan azt, hogy egyedül ezt én nem tudom megcsinálni. Miért pont én kaptam meg? Nagyon egyszerű, azért, mert a bolygón én vagyok az egyetlen olyan ember, aki képes volt anyagi téren kiemelkedő eredményekre. Képes volt arra, hogy szellemi téren kiemelkedő eredményeket érjen el. És képes volt arra, hogy évtizedeken keresztül folyamatosan képes legyen embereket szervezni. Tehát magyarul kiemelkedő tudott elérni az emberek szervezésében is. Na most, ahhoz, hogy a Földön aranykor lehessen, mind az anyagi téren, tehát a test terén, mind a szellemi téren, mind a szervezés téren profin kell működni.
Tehát magyarul annak a szervezetnek, amelyik létre akarja hozni az aranykort, vagy annak a személynek, aki részt akar venni az aranykor létrehozásában, annak mind a háromban valamilyen jártasságának kell lenni. Méghozzá nem alapszintű. Ami azt jelenti, hogy az anyagi téren jól kell működnie, jól kell működnie a szellemi téren, és jól kell működni az emberekkel kapcsolatban, és az emberek szervezésével kapcsolatban is. Tehát én, ugye ismerünk olyan embereket, hála Istennek nem itt vannak, ismerünk olyan embereket, akik azt gondolják, hogy majd ő egyedül megold dolgokat. Neki nincs szüksége csapatra, nincs szüksége emberekre. Na most én kérdezném, hogy aki azt gondolja, hogy nincs szüksége csapatra, nincs szüksége emberekre, az hogyan szereti az embereket? Mennyire? Az max önmagát. De az sem helyesen. Mert mások szeretete önmagunk szeretetéből indul ki. Tehát egy olyan ember, aki nem tud másokat szeretni, az mennyire szereti önmagát? Nagyon érdekes az a terület, amivel foglalkozunk, ugye hogy csináljuk ezt az egészet. Mindjárt rátérek. Tehát van egy célunk, mindenki lelki fejlődésre az aranykorba jutáshoz. Ez egy megfelelő lelki fejlődési szintet el kell tudni érni. És akik nyitottak a szellemi fejlődésre, illetve lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykort. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag együtt kell részt venni az aranykor létrehozásában. Tehát nem lehet azt, hogy külön utas megoldásokkal megcsináljuk az aranykort. Nem működik. Nem is fog működni. Tehát az emberiség és az emberek vagy megtanulnak szeretetben együttműködni, vagy nem lesz aranykor. Érted? És aki nem képes erre, az nem élheti meg az aranykort. Ugye azt nem gondolja senki sem komolyan, hogy ő a természetes halálának a meghatározója. Tehát a természetes halál az azt jelenti, hogy természetes úton hal meg. Tehát nem meggyilkolják, vagy nem öngyilkolja magát. Ugye nem gondolja senki azt komolyan, hogy a természetes halálának ő az, az aki pontosan tudja, hogy ez mikor fog megtörténni. Tehát azt, hogy mi mikor halunk meg, az nem tőlünk függ. Ezért látod azt, hogy itt az orvos tudomány a médián keresztül mindenféle hülyeséget beszél, mert mondja azt, hogyha dohányzol, mit tudom én, mennyivel hamarabb halsz meg, azt egész sokáig elélnek olyanok, akik dohányoznak. Nem? Akkor mit tudom én, van amelyik azt, hogy a orvos tudomány, hogy mit tudom én, ne egyél ezt, meg ne ez ilyen azt, mert meghalsz, érted? Más meg degeszre eszi magát az olyan élelmiszerekkel, az sokáig él. Tehát az orvostudomány hozzáállásától függne, hogy hála Isten, inkább úgy mondom, hogy hála Istennek nem az orvostudomány hozzáállásától függ, az, hogy ki meddig él. Oké? Tehát bármikor látsz olyat, hogy ugyanazokat a dolgokat csinálta valaki, mégis hosszú életet élt. A másik ugyanazt csinálta, és rövid életet élt. Nem így van? Na most akkor nézzük meg, hogyha valaki azt gondolja, hogy őtőle saját magától függ, hogy meddig él, akkor nagy tévedésben él. Tehát, hogy mi, hogy meddig élünk, az nem tőlünk függ.
csak abban az esetben függ tőlünk, hogyha valaki meggyilkolja magát. De az meg nem ajánlatos, mert utána én nem szeretnék az ő helyébe lenni, amit a következő életében majd kap. Jó, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha nem tőlünk függ az emberek élete, akkor ki, tehát már mint úgy érte mindenkinek saját magától, akkor kitől? Tehát ki határozza meg, hogy meddig élsz? Tehát ki határozza meg? Hát ha nem te, akkor valaki meghatározza, nem? Olyan, hogy véletlen ugye nincs. Tehát valaki azt hiszi, hogy ezen a bolygón vannak véletlenek, akkor az annyira tudatlan, mint a sötét éjszaka. Oké? Tehát lényeg az, hogy ezen a bolygón nincsenek véletlenek. Miért gondolja bárki azt, hogy a halál beköszöntésének időpontja az véletlen műve? Ha a Földön semmi nem a véletlen műve, akkor a halál időpontjának beköszöntése miért lenne a véletlen műve? Hát eleve gondoljátok végig, ugye mik vannak a mendemondákban, hogy jön a kaszás, nem? És viszi az embert. Nem? Tehát nem magától hal meg, hanem a kaszás elviszi. Nem? Tehát most gondolj bele, ha valaki azt tanulta volna a gyerekkortól, hogy a kaszás elviszi az embereket, akkor most azt mondaná, hogy kaszás elviszi az embereket. Ha azt tanulja valaki, hogy hát csak úgy meghalunk, úgy magunktól, úgy véletlenül, akkor az ember azt gondolja, hogy ez így van, mert ezt hallotta, ezt tanulta, nem? Logikus, nem? Hát gondold vele, régen azt tanították, hogy a kaszás jön, azt viszi, és ezt is hitték, ezt is gondolták az emberek. De az biztos, hogy évezredeken keresztül arról szólt a történet, hogy a halál az nem véletlen műve. És méghozzá hozzá kötötték értelmes lényekhez a halál beköszöntét. Nem földi ered, tehát nem emberi léptékű értelmes lényekhez. Érted? Tehát ilyen túlvilági lényhez kötötték a halált. Vagy másvilági lényhez kötötték a halált. Mi a másvilág? Van az a világ, amit érzékelünk az öt érzékszervünkön keresztül. Tehát amit meg tudsz szagolni, meg tudsz tapintani, amit látsz, hallasz. Érted? Meg tudsz ízlelni, nem? Van ez a világ. És mi a más világ? A más világ az ezen túli világ, amit az öt érzékszerveddel nem tudsz érzékelni. Ha valaki azt gondolja, hogy más világ nincs, csak az a világ, amit az öt érzékszervünkön keresztül tapasztalunk, akkor csak egy dolgot mondok vele. Nem tudom, látod-e a levegőt? Hú, de látod azt az oxigént, amit belélegzel. Sőt, nem is oxigént lélegzel be, hanem levegőt lélegzel be, eleve. Na most akkor a levegő nem létezik, nem? Mert nem látod. És mivel érzékeled? A levegőt meg tudod szagolni? Ha meg tudod szagolni, az elég baj. Az már elég gáz, tudod, az már nem levegő, az már gáz. Vagy gondolj bele, hogyha mondjuk meg tudod ízlelni? Hát hol tudod a levegőt ízlelni? Bár szokták mondani, hogy ezt a levegőt harapni lehet. Vagy például, ugye mit hallani tudod a levegőt? Hát max akkor, hogyha fúj a szél, nem? Egyébként nem hallani. Tehát az érzékszervünkkel nem érzékelhető, nem? Drága csillagvirág, aki úgy gondolod, hogy nincs más világ, csak az, amit az öt érzékszerveddel érzékelsz, akkor a levegőt mi nem érzékeled? Vagy az miért része a világodnak? Érted? Pedig nem érzékeljük az érzékszerveinkkel. Tehát gondolkozz. Azért van a szürke állományod, a fejedben, hogy gondolkozz.
Érted? Tehát nem csak olyan dolgok vannak, amit az öt érzékszerveddel érzékelhetsz. És mondom, több ezer éven keresztül a halál az egy olyan dolog volt, amit egy más világon lévő valamilyen lényhez kötötték. Világos ez? És csak az elmúlt 100 évben alakult az ki, hogy ezt nem így gondolják az emberek. Tehát akkor úgy gondolták, most így gondolják. Tehát sok ezer éven keresztül úgy gondolták, mostanában meg úgy gondolják, hogy ez a véletlen műve. Tehát mivel ezen a bolygón az életedben semmi nem véletlen, ugye már többször felhoztam olyan példát, hogy mit tudom én, kihívtak mondjuk egy autóbalesethez, ahol két autó utasa ültek az autóba, hála Istennek az utasok nem sérültek, csak az autók. És az autók ütközéséből és az autók sérüléséből meg lehetett állapítani azt, hogy az életben mind kellene változtatni az ott ülőknek az életükben, mind kellene változtatni az ott ülőknek. Érted? És öten ültek összesen a két autóba, és pontosan rá lehetett mérni azt az öt emberre, külön-külön egyesével, hogy az életében mit kellene változtatni, min kellene változtatni az autók sérüléséből. Na most, ha erre valaki azt mondja, hogy ez véletlen, oké, akkor az valami... Hát nagyon csökkent képességű. Szóval a lényeg az, hogy minden ebben az életben nem a véletlen műve. Tehát semmi nincs véletlenül. Tehát az sem véletlen, hogy ki mikor hal meg. Ki mikor hal meg. Olyan lehet, hogy valaki szeretne meghalni, érted? És ezzel meggyorsítja a halálának az eljövetelét. Ilyen lehet, persze. De akkor sem tőle függ, hogy valaki, tehát hogy ő meghal, és mikor hal meg. Na most miért mondom ezt? Hát pont emiatt, ha megnézitek. Mert aki az aranykor létrehozásában részt kell venni, aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykort. Az mondja, az szó szerint azt jelenti, hogy kivonják az élők sorából. Világos ez? Magyarul nincs rá szükség itt a Földön. És kivonják az élők sorából. Oké? És mit csinálnak vele? Két lehetőség van. A jobb embereket azokat fogják, és még leszülethetnek olyan családokba, akik be akarnak kerülni az aranykorba? Oké? Azok, akik meg végképp elutasítják az ilyen dolgokat, azokat meg viszik egy univerzum perifériáján létrehozott földszerű bolygóra. Nem Földnek hívják, csak azért mondom, hogy földszerű, tehát olyan a működése, mint a Földnek. De úgy, hogy nem kap semmilyen technikai fejlettséget. És úgy, hogy még a tüzet sem fogja tudni használni. És magának kell ellátnia magát. Úgy, ahogy az emberiség egy része indult ezen a bolygón. Mert nem, tudjátok, hogy nem mindenki így indult a bolygón. De egy része ilyen körülmények között indult. Tehát a bolygónak, ugye tisztában vagytok azzal, hogy jelenlegi emberiség az nem egyöntetően az ősközösségből indult. És nem egyöntetően a kőkorszakból indult. Nem. Egyáltalán nem. Hanem a bolygó egy része fejlett technikával indult. És fejlett településekből indult. Hoppá. Oké, és nem kőkorszakból. És egy része kőkorszakból indult. Oké? És akik nem fejlett technikából indultak, azok miért nem? Mert maradtak maradványok az előző emberiségből. És maradtak épületek és egyéb dolgok az előző emberiségtől. És maradtak tudások az előző emberiség technikai fejlettségéből. Csak nézd meg, hogy most is hogy van ez.
Nézd meg, akik feltalálták a technikai berendezéseket. Oké? Azokat úgy hívják jelenleg, hogy tudósok. És mi lenne akkor, ha ezt az összes tudóst kivonnák a forgalomból, és azt mondanák, jó, itt vagyunk mi, és innentől kezdve nincs tudós, aki fejleszten. Fejleszte. Tudnád továbbfejleszteni a technikát? Nem. Szépen tönkre menne a technika, elenyészne, és visszazuhannánk egy elég alacsony technikai szintre. Mert mi nem vagyunk képesek mondjuk egy számítógépet megalkotni. Érted? De még egy akár egy autót se. Hát azt mondják, jó, akkor hozzá létre egy kohót. Létre tudná hozni? Nem. Világos ez? Tehát azok az emberek, akik feltaláltak, ha azokat kivonják a társadalomból, akkor a társadalom technikai szintje pár évtizeden belül visszasüllyed egy igen alacsony szintre. Világos ez? És ezért volt az, hogy szépen a technika az elenyészett. Mert a tudósok meg stb. Azok ki lettek vonva. Világos ez? Tehát addig, míg azt a technikát tudták továbbvinni, mert nem az egész emberiség esetén volt eltüntetve, hanem maradtak a múltból. Csak kivonták azokat a személyeket, akik technikailag tudták a fejlődést továbbvinni. Vagy tudták volna továbbvinni. És szépen az emberiség visszasüllyedt egy alulfejlett technikai szintre. Világos ez? És utána megint leszülettek olyan emberek, akik megkapták a segítséget a technikai tudáshoz. És ezáltal megint elindulhatott a technikai fejlődés. Világos ez? Na szóval, tehát vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ó, hát ő határozza meg, hogy ő meddig él. Akkor ezzel kapcsolatban mondok egy-két adatot. Mi vagyunk az egyetlen szervezet, ahol az élet és az ember működéséhez át tudjuk adni a módszereket is. Tehát a módszereket is. Tehát azért csináljuk, hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján, mert csak így kerülhet be az aranykorba. Mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés az aranykor, hogy aranykor lehessen. Mert most kell előkészítenünk, hogy 2016-tól 2034-ig minden feltételét megteremtsük az aranykor létrejöttének. 26-tól 34-ig. 16-ot mondtam, bocsánat. 26-tól 34-ig. És 2035-ben már aranykor lehessen ezen a bolygón. 2035-ben. Azért csináljuk, mert jelenleg olyan világban élünk, ahol van terrorizmus, zsarnokság, káosz, korrupció, bűnözés, tudatlan... Azt mondja, ez már nem kell. Hát ugye terrorizmus úgy jön létre, hogy a valláshoz hozzáadják a tudatlanságot, tehát tudatlanná teszik az embereket, de vallásossá, és akkor létrejön a terrorizmus. Ugye a zsarnokság úgy jön létre, hogy olyan vezetők kerülnek a hatalom élére, akik teljesen tudatlanok, és zsarnokká tudnak válni. Káoszt úgy hozzák létre, hogy ilyen liberális szabadságot engednek az emberek számára, úgy, hogy ők tudatlanok, és ezáltal létrejön a káosz. A korrupciót úgy hozzák létre, hogy nagy pénzekkel rendelkezhetnek emberek, tudásuk meg nulla, és akkor létrejön a korrupció. A bűnözés úgy jön létre, hogy vannak szegény emberek, akik szintén tudatlanok, és ezáltal elveszik azoktól, akiknek van. A tudatlanság minden gonosz eszköze, és a gonoszság gyökere. Gyakorlatilag a terrorizmust, a zsarnokságot, a káoszt, a korrupciót és a bűnözést a gonoszok
kreálják, hozzák létre, a gonoszok hozzák létre. És a gonosz emberek ezekben az eszközök. Világos ez? Tehát a gonosz emberek az eszközök abban, hogy létrejöjjön a gonoszság. Ugye beszéltem itt az imént a lelki fejlődésről, aminek 7 szintje van. A legtöbb ember a legalacsonyabb szinten él, az 1-es és a 2-es szintjén, tehát a túlélés, illetve a biztonság lelki szintjén. A valahova tartozáshoz már közösség kell. Most képzeljétek, van egy ember, aki azt gondolja, hogy ő bekerülhet az aranykorba. Mert ő szellemileg fejlődik. A szellemi fejlődés nála az mondjuk az internetnézés. Igaz, hogy fogalma nincs, hogy az interneten melyik a valós információ és melyik a valótlan. Az interneten legalább annyi valótlan információ van, mint amennyi valós. Legalább. Ha nem több, így van. Na most ő honnan tudja megkülönböztetni azt, hogy melyik a valós információ és melyik a valótlan információ? Tehát ugye ezt mi úgy tanuljuk, hogy hamis adat. Melyik az igazi adatok, tehát valós adatok, és mik a hamis adatok. Tehát beviszel hamis adatok az emberek, tehát az emberek tudatába beviszel hamis adatot, és elkezdenek nem helyesen működni. Szó szerint. Tehát például nézzünk egy hamis adatot. Hamis adat, hogy ma csak úgy lehet boldogulni az életben, ha az ember lopcsal hazudik. Ez egy hamis adat. És ezt viszik be a társadalmi gondolkodásba. Közvetve és közvetlen módon. A közvetett mód az, hogy filmekben. És az emberek nem is tudják, hogy közben arra oktatják, hogy úgy lehet boldogulni, hogy lopcsal hazudik az ember. És akkor szépen beviszik a hamis adatot. Tehát eleve a valahova tartozás lelki szintje nélkül nem lehet feljutni a harmadik szintre. A harmadik lelki szinthez kell egy olyan közösség, ahol az ember jól érzi magát, és képes arra, hogy azonos témákról beszélgessen emberekkel, és hogy abban a közösségben képesek legyenek az emberek fejlődni valakitől, vagy valakiktől, vagy egymástól. Jó? Vagy mind a háromtól. Ha az ember elérte a valahova tartozás szintjét, akkor kerülhet az elismerés szintjére bizonyos feltételek teljesülése esetén. Majd, ha azok a feltételek teljesültek, akkor jön az önmegvalósítás szintje, de azt, ezt a kettőt is, tehát közösség nélkül nem lehetne, mindjárt visszatérek. És utána van a hatodik lelki szint, a hatodik lelki szint az az a szint, amivel be lehet kerülni az aranykorba. És csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a hatodik lelki szintre felfejlődik. A nagy közösségen belüli, saját csapat nélkül ez nem valósul meg. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy egymaga, saját maga majd fogja és ő bekerülhet az aranykorba, akkor ő tévhitben él. Tehát csak úgy kerülhet be, hogy egy közösségben van, és képes arra, hogy szeretetben és együttműködjön másokkal. Na most, ha valaki nem tanulja meg a közösségben való együttműködést, akkor hogy lenne képes a szeretetben együttműködésre? A lelki fejlődésed által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeiddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Talán ebből már kiderült, hogy mi képzéssorozatot nyújtunk az embereknek. Ez a képzéssorozat, ez 3 év. Ami annyit jelent, hogy 24 nagy témát adunk le, és 24
nagy téma az 36 hónap alatt kerül terítékre. Tehát vannak olyan képzések, ami 2 hónaposok, van, ami 3 hónapos. 9 hónap, 1 szemeszter. Havi tandíj fizetés van. Tehát most nézzük meg, mit veszhet az ember, hogyha az ember elkezd tanulni és fejlődni. Tehát mit veszhet az ember? 19.700 forint, 30 óra képzés az első hónapban. Az azt jelenti, hogy óránként 660 forint. Ha te óránként 660 forint alatt kapsz ilyen típusú fejlesztő képzéseket, akkor én bármit megeszek, amit szeretnél. Például a kalapomat. Nem létezik ilyen. Az ilyen típusú képzések, az körülbelül olyan 5000 forint óránként. Nem 660 forint, alaphangon, így van. De nyugodtan tudsz olyan 30 órás képzésekre is járni, ami mondjuk több mint 1 millió forint a 30 óra. És akkor számolt ki, az mennyi óradíjba. Most gondolj bele, hogyha valaki mondjuk kipróbálja, jó, hát akkor és mit vesztetek? Kipróbálom a 19.700 forintért ezt az 1 hónapot. Mit veszhetsz vele? A tudás az egyetlen befektetés, amit tőled soha senki nem veheti el. Bármilyen befektetést inflálódhat, ellophatják, tönkre tehetik, érted? Tönkre mehet magától, vagy akárki mástól. Az egyetlen jó befektetés, a valóban jó befektetés, amit nem tudnak tönkre tenni, ami nem inflálódik, ami nem tűnik el, nem válik köddé, az a tudásodba való befektetés. Tehát a világ legjobb befektetése, hogyha a tudásodba fektetsz. Na most 19.700 forint, én nem gondolom, hogy hú, de nagy befektetés lenne. Főleg akkor, amikor én megnézem, hogy én a képzésemre, a saját tudásom gyarapítására mennyi millió forintot költöttem életemben már. Tehát ezen a téren, nem az iskolai képzésekre gondolj, vagy szakmai képzésekre, nem. Ezen a téren. Tehát az aranykor, hogy tisztában legyünk, a szeretet, béke és boldogság kora. Csak az kerülhet be az aranykorba, aki addigra megtanul szeretetben, békében és boldogságban élve, legalább a küldetés, azaz a 6. lelki szintre jutva önzetlenül együttműködni másokkal. Hát ez egy komoly kihívás, gondolj bele. Önzetlenül, szeretetben együttműködni másokkal. Ez egy komoly kihívás. Nem kis feladat. Nem ez jellemző az emberekre. Hogy ez jellemző? Miért az önzetlenség jellemző? A szeretet jellemző? Nem. Az együttműködés jellemző? Dehogy is. Persze vannak olyan társadalmak itt a bolygón még mindig, kisebb társadalmak, ahol az együttműködés egy nagyon fontos dolog, sőt nem is tudnak együttműködés nélkül tovább élni. De a mi társadalomban ez nem erről szól. Tehát itt Magyarországon, meg Európában nem erről szól a dolog. A tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év. Drága testvéreim, nem egy hétvége. Képzeld el. Mert a legtöbb ember ezt gondolja. Elmegyek hétvégi szemináriumra, egynaposra. Kifizetek az egy napért 10-valány 1000 forintot. Érted? És ettől megváltozik az életem. És akkor így megfognánk a homlokát, és sütne. Mert fölfort az agyvize. Érted? Azért.
Hát ugye nem gondolja komolyan valaki, hogy mondjuk egy napos képzéstől megváltozik az élete. Most akkor nézzünk egy mást. Vannak olyanok, akik azt mondják, ó, hát én spirituális embernek készülök, beiratkozok mondjuk egy kéthetes tanfolyamra. Érted? És kifizet érte több tízezer forintot természetesen a kéthetes tanfolyamért, legalább annyit kifizet. És mit tudom én, milyen jó lesz nekem, mert olyan tanfolyamon veszek részt, ahol így belepiszkálgathatok a szellemi világba. Mit tudom én, mondjuk megtanulok vudúzni. Oké? És ez mind etika nélkül, etika tanfolyam nélkül. Érted? Na most az ember olyan működésű, hogy van egy tisztességes ember, és hirtelen valamilyen oknál fogva kap egy jó nagy problémát. Erre úgy kezd el működni, hogy zsuty, leesik a hangulata. És az az ember, aki addig etikusan működött, onnantól kezdve tücsköd bogarat kezd másokra kiabálni. És a tanult technikáit elkezdi felhasználni mások kárára. Érted? Sőt, elég, hogyha egy ember fejlesztik a szellemi képességeit. És már is, ha nem figyel magára, és nem ismeri az etikát, akkor ha leszalad a hangulata, elromlik a hangulata, akkor olyan kárt tud okozni másoknak, hogy hirtelen mások nem tudják, hogy az életük miért kezd beborulni. És csak azért, mert ő annyit gondolt, hogy na, az Isten verje meg ezt az embert. Érted? Csak ennyit gondolt vagy mondott. És akire mondta vagy gondolt, mivel egy olyan embert csinálta, aki már magasabb szellemi kapacitással rendelkezik, ezért beborítja az életét az illetőnek. Érted? És akkor tanítják az embereket mindenféle képességre, érted, a spirituális területeken. Még hála Istennek, hogy ilyenek nincsenek az interneten, mert ezért legalább fizetni kell az ilyenekért. De én még nem láttam olyan spirituális képzést, ahol az alaptétel, kivétel a miért, ahol az alaptétel, az alapok alapja, az az etika. Érted? És az nálunk egy két hónapos képzés. Nem annyi, mint például az agykontrollban, hogy beszélnek róla, hogy ne élj vele vissza. Hát eleve ott kezdődik valaki, rossz hangulatú lesz, hát azt se tudja, eszébe se jut, hogy ne éljen vele vissza. Mert nem is tudja, hogy éppen vele visszaél. Értitek? Hát nem is tudja. Mert ha az ember rossz hangulatú, nem a tudata működik, hanem az érzelmei. És az érzelmeknek nem az urai vagyunk, hanem az érzelmünk uralkodik rajtunk. Új, de nagy különbség. Hogy mi uralkodunk valamin, vagy az a valami uralkodik rajtunk. És ha az ember rossz hangulatú, akkor ez sajnos úgy van, hogy az érzelme uralkodik rajta. És az ember nem tanulja meg, hogy ő hogyan uralkodjon önmagán. Mi kell ahhoz, hogy képes legyen erre? Hát arra én befizetek, hogyha nem fog
helytelen gondolatokat létrehozni az érzelme. Nézzétek meg magatokba, mindenki kivétel nélkül. Ha rossz állapotba kerülsz, elkezdenek jönni a helytelen gondolatok. Kivétel nélkül. Csak van, akinek több helytelen gondolat jön, van, akinek kevesebb helytelen gondolat, attól függően, hogy mennyi negatív dolgot élt meg az életében. Van, aki többet, van, aki kevesebbet, de mindenki megélt negatív dolgokat, mert nem burokban éltük le az életünket. És akkor vannak, akik azt gondolják, hát majd maguk megtanulnak ilyen dolgokat. Hogy? Hogy akarsz megtanulni olyan dolgokat? Úgy, ugye, mi a megtanulás? Ismeretszerzés, ugye? Tehát tanuljuk, elmélet. Akkor tapasztalatot szerzünk gyakorlatban. Oké? És képesek vagyunk átadni a tudást és a tapasztalatot. Oké? Tapasztalatot kétféleképpen tud az ember szerezni. Tudást ugye úgy, hogy tanul. Tapasztalatot úgy, hogy vagy megél, tehát megéli a tapasztalatot. Vagy úgy, hogy rálát hozzá valamilyen szinten kapcsolódó személyek esetén, barát, ismerős, stb. Stb. És rálát az élethelyzetére, és rálát arra a másik ember életére, és tapasztalatot merít másik ember élethelyzetéből. Tehát ugye van is egy olyan mondás, hogy az okos máskárán tanul, így van. Tehát, hogy képes, mert vannak olyan élethelyzetek körülötte, amit neki ugyan nem kell megélni, hála Istennek, de vannak mások, akik megélik helyette. És ő, mivel rálát azokra az élethelyzetekre, tapasztalatot tudott szerezni. Ráadásul, ugye azokat a dolgokat még elméletben tanították is neki. Na most akkor azért megkérdezném azoktól a személyektől elsősorban, akik úgy gondolják, hogy majd ők spirituális úton egymaguk szépen fejlődnek. Megkérdezném. És honnan lesz rálátásod mások életére? Vagy, ja, te akarsz minden tapasztalatot megélni. Tudod mit? Akkor nagyon rövid életű leszel. Mert írtól hamar, ha problémát problémára fogsz halmozni, akkor írtól hamar belepusztulsz. Világos ez? Tehát én nem akarlak benneteket bántani, nehogy azt higgyétek, még véletlenül se. Csak szeretném, hogyha gondolkodnál, és rájönnél arra, hogyha az ember azt akarja, hogy ezen a bolygón egy jobb hely legyen, de nem jobb hely, az kevés, kiváló hely. Hogy ez a bolygó egy kiváló hely legyen. Azért együtt tudunk tenni. És külön-külön nem. Együtt. Tehát mi együtt. És ezt úgy lehetne mondani, hogy válvetve. Nyilván van, aki többet, valaki kevesebbet. Nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy együtt meg tudjuk csinálni. De ha az emberek széthúznak, és ugye megtanították például mi népünknek, megtanították, hogy húzzunk szét. Tudod miért? Tudod miért tanították? Mert ez a nép az 7000 évig összefogott. És nem tudták addig elérni azt, hogy úgy működjön, ahogy akkor működött, hanem tehát, hogy úgy érték el, hogy rosszabbul működjön ez a nép, hogy Mátyástól
tehát Mátyás királyunktól, hogy elindult a széthúzás. Próbálkozások már előtte is voltak, István idejében például. Tehát ugye az volt az első időszak, amikor idegenek hívtak be a magyarok ellen. Tehát magyarok idegeneket hívtak a magyarok ellen. Na, az volt az első széthúzás. Akkor utána még ez az összetartás maradt, és Mátyástól a törökök, tehát Mátyás utántól a törökök elindították szépen a széthúzást, majd erre az igazi széthúzást az osztrákok, a drága, kedves sógoraink idézték elő a népünk esetében. Tehát, hogy most a magyaroknak nincs összefogásuk, sajnos ez jellemző a világban a magyarokra, hogy nem fognak össze, ez a drága sógorainak köszönhetők elsősorban, nem a törököknek, hanem a sógorainknak, az osztrákoknak. Ugye milyen kedves sógorok, nem? Szóval a lényeg az, hogy mi nekünk az a dolgunk, hogy összefogva létrehozzuk az aranykort. És sajnos a tapaszt, vagy hála Istennek, a tapasztalatok elsajátítása a saját csapat nélkül nem lehetséges. És ha eddig máshol nem tudtad elérni azt, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élve, önzetlenül együttműködj másokkal, akkor máshol sem fog ez, máshol sem fogod ezt elérni. Jó? Hát ha eddig nem érted el máshol, akkor miért érned el ezután máshol? Tehát itt ezt meg lehet csinálni. Aki ki akarna maradni, az nem éli meg az aranykort. Tehát nem éli meg az aranykort. Fogják, és az itt lévő olyan lények, akiket az öt érzékszervünken keresztül nem érzékelünk, őket hívjuk más világban lévő lényeknek, ezek fogják és kivonják az embert a forgalomból. Tehát te akkor halsz meg, amikor ezek a lények kivonnak téged a forgalomból. Nem te döntöd el, hogy mikor halsz meg, hanem ők döntik el, hogy mikor vonnak ki a forgalomból. Világos ez? Ha ők úgy látják, hogy neked még érdemes élni, akkor élni hagynak. És úgy segítik az életedet, hogy te képes legyél élni. Ha ők úgy látják, hogy itt az ideje, hogy beadd a kulcsot, akkor fognak, és mit tudom én, mondjuk, ha nagyon jó ember vagy, akkor álmodba kivonnak a forgalomba. Ha kevésbé vagy jó ember, akkor hagynak egy kicsit szenvedni is. Ha nem, még annyira se vagy jó ember, akkor meg hagynak jó sokat szenvedni. Oké? Okay. És utána fogsz eltávozni a más világra. A média, a politika és a vallások megosztják az embereket. Ezek nem azt a célt szolgálják, hogy az emberek szeretetben együttműködjenek, hanem pont az ellenkezőjét. Világos ez? Tehát aki azt gondolja, hogy ő egyedül, majd egyedül megoldja a dolgokat, majd egyedül tanul, majd egyedül csinálja ezt, vagy azt, vagy amazt. Hát az már a média, a politika, vagy a vallások befolyása alá került. Oké? Tehát te jó, ha tudod, hogy valamelyik befolyásol téged a három közül, vagy akár mind a három. Csak egyetlen út van a szeretetben együttműködéshez, és az nem az külön utakon járás. A szeretetben együttműködéshez kell egy közösséghez tartozás. Egy közösséghez tartozás. Azonos célok. Kicsit hangos. Jó.
Az emberek és az élet ismerete. Etikus élet. A mindennapokban használható tudás és módszerek. Nagy közösségen belül is saját csapat. Mindenkinek adnia kell egy esélyt magának arra, hogy képes-e szeretetben történő együttműködésre. Tehát mindenkinek adni kell egy esélyt erre, magának. Próbáld ki, hogy képes vagy erre, hogy szeretetben együttműködj másokkal. Csak a PPA-nál van nyíltan egy helyen, szeretett közösség, minden élethelyzetre tudás, módszer és megoldás. Ezért az aranykorba jutáshoz a PPA az egyetlen lehetőség. Ráadásul még anyagi szempontból is a legkedvezőbb feltételekkel. Most gondolj bele, az első havi tandíj 30 óra, a 30 óra kerül 19.700 forintba, tehát 660 forintra jön ki óránként. A második hónaptól kapsz árgaranciát 35 hónapra. És 9.800, most még 9.800 forintért veheted igénybe árgaranciával 35 hónapon keresztül a havi 30 óra tandíjat. Tehát a második hónaptól féláron tudsz részt venni. Akkor igénybe tudod venni szerdán és vasárnaponként, mindig azonos időpontban, tehát vasárnapok azonosak, és szerdák megint azonosak. Az azt jelenti, hogy vasárnap 16.30-as kezdéssel, kivétel a vezetői, ja, és így a, mondjuk a 16.30 akkor is van, a díjmentes résszel kezdődik, és utána pedig coachképzés van, mondom kivétel a szeminár, vagy a vezetői, coachképzés van egészen ugye vasárnap 8 óráig. Szerdánként, na ott nincsenek kivételek, szerdánként 18 órakor kezdünk, és 4-10-ig tart. Jó? Tehát ami annyit jelent, hogy egy hónapban van 30 óra képzés. És igénybe veheted a képzéseket élőben az interneten keresztül. Élőben a helyszínen. Igénybe veheted. Felvételről. Az interneten keresztül, az weboldalon keresztül. Sőt, igénybe veheted. Úgyhogy nézed az előadásokat élőben vagy felvételről. Vagy igénybe veheted úgy, hogy hallgatod az előadásokat, tehát kisebb formátumban, MP3-ba. Hallgatod élőben vagy felvételről. Tehát nehogy már valaki azt mondja, hogy hát nekem nincs időm arra, hogy képzéseket hallgassak vagy nézzek. Hát miért? Hát fogod, telefonod az élőnél bekapcsolod, és fülhallgatóval hallgatod az előadást. Vagy fogod, ott van a telefonodon a felvétel, és fogod és hallgatod felvételről az előadást. Mi ebben a probléma? A PPA az egyetlen esély, nem kapsz több esélyt az aranykorba jutáshoz. Tehát nincs más lehetőség az aranykorba jutáshoz, érted? Egyetlen egy lehetőség van az aranykorba jutáshoz, az a PPA-n keresztül vezet. Kész. Ennyi. Egy helyre hozhatjuk a saját életünket itt a PPA-ban, helyre hozhatjuk mások életét, és bejuthatunk az aranykorba. Magamról egy-két gondolat, ezt kihagyjuk. Mi kell ahhoz, hogy aranykor létrejöjjön? Kidolgozott rendszer, az itt megvan. Rendszerességgel átadható tudás.
Hát ugye jelenleg 3 év a tudásátadás. Hát úgy körülbelül most ilyen 5 évnyi tudás van. És folyamatosan gyarapodik. Az élet és az ember működésének ismerete. Hát ez itt megvan. De nyilvánvaló, hogy ez is gyarapodik. Az etikus élet, erkölcs, becsület, tisztesség, és ennek a tudásnak az átadása. Ez itt megvan. Folyamatosság, ami azt jelenti, hogy rendszeresen vannak képzések. Profizmus. Hát ezt amatőr módon nem lehet csinálni. Ugye a profizmusról annyit, hogy a vezetésemmel ez a szervezet 4 területen lett az elmúlt, hány évben? 27 évben, az elmúlt 27 évben a vezetésemmel 4 területen lettünk piacvezetők. Hát a profizmusról csak ennyit. Közösség, van egy szeretet közösségben együttműködés. Ami azt jelenti, hogy sokkal másabb ebben a közösségben lenni, mint amikor még a PPH anyagi dolgokkal foglalkozó szervezet volt. Tehát sokkal másabbak a szellemi úton elindult emberek, mint a múltban a fizikai úton járó emberek esetében. Tehát óriási különbség van köztük. Folyamatos szervezés van. Gyakorlási lehetőséget adunk az embereknek azáltal, hogy mindenkinek lehet csapata, saját csapata, és kell 300 millió tudásátadó. 300 millió. Ezt meg kell csinálni. Tehát ha azt akarjuk, hogy nagy létszámban kerüljenek be az emberek az aranykorba, akkor ahhoz 300 millió tudásátadóra van szükség. Mi kell ahhoz, hogy az aranykor létrejöjjön? Ugye nem gondolod, hogy, vagy illetve nem gondolod, hogy elég szomorú dolog lenne rád nézve, ha nem engedhetnél meg magadnak havi rendszerességgel 9800 forintot a saját személyiséged fejlesztésére és az életed jobbítására? Nem gondolod, hogy az emberek szellemi fejlődésének elősegítése az egyik legetikusabb tevékenység a bolygón? Nem jó lenne, ha a szellemi fejlődéseddel esetleg pénzt kereshetnél úgy, hogy majd akár ez biztosítaná a megélhetésedet, vagy akár a családodét is? Mi ne tudnád úgy elképzelni, hogy abból élsz, hogy szervezed az embereket, lesz egy csapat, és utána a csapatodnak átadod a tudásodat? Mi ne lehetne ebből megélni? De a tudás átadás a csapatod felé, az már nem pénzes tevékenység. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy bőven lehet abból keresni, hogy van egy saját szervezésű csapatod. Jó? Hogy történik ez, ezt most nem fogom elmondani. Mit kell tenni ahhoz, ez nem kötelező, ez egy lehetőség. Mit kell tenni ahhoz, hogy aranykor megvalósuljon? Mivel itt vagy, te jó ember vagy, kezd el te is az aranykort építő, független PPA közösséggel az együttműködést. Hát nekünk úttörő szerepünk van. Tenni kell rendszeresen dolgunk, vagyis minél több embernek el kell juttatnunk a lelki fejlődést eredményező, a mindennapokban használható, boldog élethez vezető tudást. És ez a tudás, mint mondtam, 24 nagy téma. Itt vannak a témák, etika coach, eredményes tanulás coach, önismeret coach, hangulatjavító coach. A coach azt jelenti, hogy ember is életjobbító. Személyiségfejlesztő coach, elnyomásfeloldó coach, happiness coach, önbizalomteremtő coach, szeretetteremtő coach, párkapcsolat coach, gyermeknevelés coach, egészségteremtő coach, boldogságteremtő coach, célmegvalósító coach, kommunikációs coach, emberi bánásmód coach, hatékonyság coach, növekedés coach, pénzteremtő coach, szervezetvezető coach, probléma megoldó coach, sikerteremtő coach, pont ennél tartunk, ez volt előtte, a képzésünk előtt most kivételesen, hogy a vezetőim voltunk. Ez egy 2 hónapos képzés, most kezdődött egyébként, a héten szerdán. Szervezés coach, marketing coach, konfliktus feloldó coach,
akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képesekké válnak megoldani az életüket és eljutni az aranykorba. Hát eléggé ostobaságra val, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulnia az emberrel és az élettel való helyes bánásmódról, illetve ezekben nem kell fejlődnie. A lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menned, ezen az úton nem lehet megállni, vagy lelépni róla. Mert mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Ezt nehogy azt higgyétek, vagy azt higgye bárki, hogy ezeket én találtam ki, ezeket az idézeteket. Jó, tehát ezekre az idézetekre vagy rátaláltam, oké, vagy kaptam. Az nem lelki fejlődés, ha meg magadért fejlődsz, másokért kell fejlődni. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Te a 21. században már nincs más út. Ha nem veszed észre a lelki fejlődésed szükségességét, a szellemiség és a teremtőd szerepét az életedben, tátkarokkal hívsz magadhoz minden rosszat, csak ami létezik. A módszereket is átadó lelki fejlődésre az egyetlen hely a PPA Nyílt Akadémiája. Mit kell tenni, ha elakadnál? Haladásban. Nézz utána a meglévő tudásanyagokban és a megoldásnak. Kérd a PPA-s vezetőt segítségét. Kérd a teremtőt segítségét, akiben hiszel. Az emberiség számára, hoppá! Hol van? Igen. Csak egyetlen út van, 2035-től létrejött aranykorba jutás. Az egyénnek az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 2026. január 1-től számított 9 év kell. Tehát aki előbb elkezdi, az annál jobb. Mert van több ideje. Oké? Tudod, hogy mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni, tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez? Tudjuk, hogy aki a testét nem táplálja, az meghal. 2012. december 23-tól, aki elutasítja a lelki táplálékot, azaz nem akarja a lelki fejlődést, az nem éri meg az aranykorba jutást. Aki ezeket nem hiszi, hát majd megtapasztalja. Tehát az azt jelenti, hogy nincs választásuk az embereknek. Tehát nincs választásuk. Vagy aranykor, vagy mennek a levesbe. Nincs más. Jó? Na most ahhoz, hogy az emberek feleszméljenek, meg fogjátok látni, nem sokára, mert szó szerint nem sokára, hogy milyen olyan dolgok fognak történni ezen a bolygón, ami megnehezíti az emberek életét. Jó? Azért, hogy az emberek elgondolkozzanak azon, hogy nem az az út, amit jelenleg élnek. Jó? És nem sokat kell ahhoz várni, ezért most dátumot is mondok. Ma van, azt mondja, 2020. február 23-a. Jó? Úgyhogy emlékezzetek erre a dátumra, mert ekkor mondtam ugye ki ehhez a dátumhoz kapcsolódóan, hogy olyan nehezítéseket fognak kapni az emberek itt a következő időszakban, ami nagyon sok embert arra indít, hogy megváltoztassa az életét. Oké? Okay? És jobb, ha az ember nem kényszerből változtatja meg az életét, hanem önszántából. Ugyanis az könnyebb, ha nem kényszerből változtatja meg az életét. Sokkal könnyebb. Bármit önmagunk választásából sokkal könnyebb csinálni, mint hogyha az ember kényszerítő erőket, külső kényszerítő erőket kap. Jó? Hát ennyit fér bele itt a mai díjmentes részbe. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és átadnám a szót a házi gazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok!
Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt az előadást. Most pedig engedd meg, kedves Feri, hogy néhány kérdést tegyek fel neked. Civil foglalkozásod? Eredendően gépészmérnöknek tanultam. Jelenleg szervizmérnökként dolgozok még félállásban. Honnan jöttél? Lébényből. Családi helyzeted? Nős vagyok, tudod. Párkapcsolatban élek. Miért kezdtél el a Nyílt Akadémián tanulni és képzést? Meghallottam egy videót Szedlacsik Miklóstól, és abban a pillanatban tudtam, hogy olyan képességgel és tudással rendelkező spirituális tanítót én addig nem találtam, úgyhogy abban a pillanatban rögtön tudtam, hogy nekem itt helyem. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia képzései? Összegezve egy röviden el tudnám mondani, hogy egy olyan esélyt a boldog és élhető élethez, olyan módszereket és tudást, amivel végre találtam egy olyan lehetőséget, amivel egyrészt elérhetem a boldog életet, másodnak is segítetek, és ebből tudok majd hamarosan megélni. Mit tanácsolsz másoknak? Ne haborzzanak, jöjjenek minél előbb ide tanulni, nincs mire várni. Ennyi. Szóval. Én is föltenném ugyanezeket a kérdéseket neked, jó? Civil foglalkozásod? Eredendően férfi ruhakészítő és természetgyógyász és környezetmérnök voltam, és most jelenleg otthon. Jó. Vagyok. Azt tudjuk, hogy honnan jöttél. Igen, Lébényből érkeztem veled együtt. Családi helyzeted is nyilvánvaló. Házas. Miért kezdtél Nyílt Akadémiánál tanulni? Én 2001 óta vagyok úgymond a spiritualitás útján, és így útkeresőként úgy gondolom, a végére már azt éreztem, hogy áll bele rengetegben, hogy rengeteg információ, néhány hasznos, és tényleg, amit a Miklós elmondott, hogy nem egyszerű megfelelő szűrőn keresztül ezeket kezelni, és gyakorlatilag a lelkem mélyén éreztem, hogy nem mindenre kaptam választ. És úgy gondolom, hogy itt folyamatosan jönnek azok a felismerések, amik ezt a szűrést és az életemet segítik. Köszönöm. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia ember és életjobbító kócs képzése? Egy nagyon jó, pozitív közösséget, ahol tényleg ezt sehol nem éreztem még eddig az életemben. Nagyon jó embereket, és örömmel jövünk mindig ide, nagyon-nagyon sok töltekezést kapunk, és jó érzéseket, örömet, boldogságot, amit így haza tudunk vinni, és tovább tudunk adni. Ez egy nagyon fontos, és egy folyamatos fejlődést, és egy olyan erőt, ami ebben segít, mind a közösség, mind önmagunk fejlődése. Ez egy út, ez egy szép út, ami kitartást és türelmet igényel. Nagyon megér, úgy gondolom. Köszönöm. És végül mit tanácsolsz másoknak? Az, hogy jöjjenek, és érezzék meg ugyanezt, és egy felemelő érzésbe lesz részük, és nagyon nagy örömmel tölti el, ahogy mások fejlődnek, és ezt együtt közös erővel sokkal könnyebb megtenni. Köszönöm. Én is köszönöm mindenkinek.